Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát polgármester úrhoz szeretnék kapcsolódni egy gondolattal, hogy nem csak Szankót nem tudják, hogy hol van, hanem bizony Edelény sincs mindenkinek a tudatában, hogy hol található ez a település. Ugye hát Észak-Magyarország felső csücskében a Bódva, az Aggteleki karszt és a Csereház szorításában egy gyönyörű kis településen élünk mi. De hát Borsod megyéről mostanában olyan túl sok jót nem lehet hallani. Történt egy alkalommal, hogy egy budapesti cég kiírt egy pályázatot, 3D-s nyomtatót lehetett bérelni. És hát ugye próbálkozunk azzal, hogy a 21. századi kompetenciákat átadjuk a gyermekeinknek, és mi megpályáztuk ezt, és nagy örömünkre elnyertük. És a cég mondta, hogy hát ő nagyon szívesen elhozza ezt a nyomtatót hozzánk, mi megköszöntük, mondták, hogy elindulnak délben az egyik napon, és ott lesznek 2:30 magasságában. 3:45 már aggódtunk, hogy merre járnak, és hát felhívtuk őket telefonon, és mondták, hogy hát valószínűleg nem fognak ide érkezni, mert Székesfehérvárnál lerobbantak. És akkor azt mondtam, hogy Székesfehérvárnál? Igen, pedig annyira szerettük volna megnézni a sípányájukat. Akkor rájöttem, hogy Eplényre gondoltak, és Eplénybe indultak. Úgyhogy mondtuk, hogy inkább felmegyünk Budapestre, és elhozzuk. Úgyhogy el is hoztuk így ezt a bizonyos nyomtatót. Amikor Edelényről beszélek, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy az evangéliumból idézve Natanael próféta és Fülöp próféta párbeszéde jut eszembe, ugye amikor találkozik Fülöp Natanael és mondja, hogy gyere, megtaláltuk a prófétát. És mit mond erre Natanael? Azt mondta, hogy vajon valami jó jöhet-e Nazaretből? Hát én úgy gondolom, hogy ez a kérdés ránk is vonatkozik, mégpedig olyan tekintetben, hogy jöhet-e valami jó Edelényből. Reményeink szerint igen. Mi próbálunk egy kicsit előrelépni, próbálunk a gyermekeink számára örömet, lehetőséget adni, mert úgy gondoljuk, hogy csak akkor lehet sikeres egy felnőtt ember, ha örömteli éveket él meg gyermekként. Jó szóval oktasd, játszani és enged, ebben a maszkos időszakban József Attila Levegő című verse azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy nagyon-nagyon fontos dolog. Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy azok a gyerekek, akik a Csereház, a Bódva völgye, vagy Aggtelek környékéről, vagy netán a felvidékről eljönnek hozzánk, azok ugyanazokat a lehetőségeket kapják meg, mint mondjuk egy Budapest 12. kerületi általános iskolában. Kicsit a kronológiáról beszéljünk. 2011-ben vett át a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus egyházi intézmény, vagyunk ennek a jól működő, már akkor jól működő intézménynek a további működtetését, tehát egy átvett intézményről beszélünk. Hozzánk 34 településről járnak gyerekek. Képzeljék el, van olyan tanítványunk, aki reggel 45 kilométert utazik, és utána 45 kilométert utazik vissza, és a felvidékről már a szlovák határ túloldaláról érkezik és jön hozzánk. Úgyhogy ha néha egy kicsit elalszik az órán, akkor szoktam kérni a kollégáimat, hogy hagyjátok, hagyj pihenjen. Ugye minden iskolára mostanában ráhull az az árnyék, hogy kevés a tanuló, még kevesebb a pedagógus. Engem most megköveztek a társintézmény vezetők, mert egy matek-fizika szakos kollégának azt mondtam, hogy nem tudok állást adni. Úgyhogy ez nagyon ritka dolog. És a településünkre, amikor ide érkeznek a gyerekek, akkor mi azért vagyunk nagyon büszkék, mert 640 fővel vettük át ezt az iskolát, és most jelenleg 724 tanuló jár hozzánk, és már Miskolcról is járnak ki. Reméljük, hogy meg tudunk felelni nekik, meg tudunk felelni az igényeknek. És hát nagy öröm számomra, hogy mi próbálunk úgy lépni előre, hogy két tanítási nyelvű iskolaként minden kompetenciát, minden tudásmagvat átadjunk a gyerekeknek, és hát felkészítsük őket az említett életre. Ezért fontosnak tartjuk a természettudományos készségeknek a fejlesztését. Azt mondják, hogy a ma iskolában lévő gyerekek 60%-a olyan munkahelyen fog dolgozni, amely most jelenleg még nem létezik. Na ez az a felelősség, mivel nekünk gondolkodni kell. Úgyhogy ugrálunk, na nem ninja létrával, de próbálunk haladni előre, minél több és minél nagyobb lehetőséget kinyitva a gyermekeink előtt. De azért mindenek előtt számunkra a legfontosabb a hitre és a hazaszeretetre nevelés, mert enélkül nem lehet megélni. 2015-ben az akkori elagott iskolát sikerült felújítani két uniós és hazai forrással rendelkező pályázatból, amint látják,
megújult, megszépült az épület. Három tornateremmel rendelkezünk, ez nagyon-nagyon különleges dolog. Politánborítású a tornatermünk, pont rugalmas pálya, a gyerekek ízületére vigyázunk. Testnevelő tanárként nekem ez volt a legfontosabb, mert hát nyilván az ízületeket nem lehet pótolni, a ma reggeli futás is ezt bizonyította, hogy ott nincs, ami ezt ki tudná javítani. Persze mondják a kollégáim, hogy azért, téged azért érdekel ez, mert testnevelő tanár is csak 8-ig tud számolni, de hát ezt is be kell tudni vállalni. Mik az alappilléreink? Alappilléreink a hitre nevelés és a 21. századi tudásátadás. Én azt gondolom, hogy ez a kettő ez össze kell, hogy érjen. Nagyon sokszor mondják el, hogy bizony nehéz egy egyházi intézményről úgy beszélni, hogy ad-e modern tudást. Én azt gondolom, hogy igen, egy egyházi intézmény tud modern tudást átadni. Erre talán a legmegfelelőbb Szent II. János Pál pápának ez a gondolata, hogy a tudomány megtisztíthatja a vallást a tévedésből és a babonától, a vallás viszont megtisztíthatja a tudományt a bálványimádástól és a hamis abszolútumoktól. Talán nem véletlen, hogy Edelény városának a védőszentje Szent II. János pápa apostol, illetve volt pápánk. Tehát ő, az ő tudása, az ő ereje és hite az nekünk is erőt ad, hogy igen, ezen az úton el tudunk indulni. Ugye mostanában olyan sokszor hallunk a Tesláról, mi a gyerekeink elé Nikola Tesla ezen gondolatát tettük ki. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy Nikola Teslának az édesapja ki volt. Egy szerb ortodox parókus volt, akinek két fia volt. Az első fia, mielőtt a papi hivatásra lépett volna, sajnos elhunyt. És a második fiából akart így papot, ortodox parókust nevelni, de egyszer nagyon beteg lett Nikola Tesla, és amikor az orvos kijött, elhívta félre az édesapját, és azt mondta neki, hogy készülj fel, hogy a fiad meg fog halni, a második fiad is meghal, mert halálos betegségben szenved. És akkor odaült az édesapja a fia ágyához, és akkor Nikola Tesla ezt mondta, hogy én, édesapám, hogyha megengeded, hogy én mérnök legyek, akkor meg fogok gyógyulni. Hát egy haldoklónak az utolsó kérését az édesapja teljesítette, mondta, hogy persze megengedem, egy hét múlva Nikola Tesla meggyógyult, és lett, aki lett. Tehát én azt gondolom, hogy mehetünk ezen az úton tovább. És a tanulás mellett próbálunk újabb és újabb lehetőségeket keresni. Van egy tankonyhánk, amelyet Csaba testvér szentelt meg, a szereptai özvegyasszony tiszteletére és védelmére szentelt ezt a tankonyhát, ahol a gyermekeink onnantól kezdődően, hogy az iskola tankertjében megtermelt zöldségeket, növényeket ebben a tankonyhában együtt fel tudják dolgozni, egy nagyon nagy lehetőséget adódik számunkra. Generációk közötti párbeszédet tudunk elindítani. Mit jelent ez? A nagyi bejön az ő általa szuper profi receptekkel, a gyerekek ismerik ezeket a modern kütyüket, amelyeket ők tudnak kezelni, így egy párbeszéd indul el, és mindenki értéket hoz be. Persze Lajos atyával, az intézmény lelki vezetőivel a számunkra az a legfőbb érték, hogy az ott elkészített töltött káposztából mindig megkínálnak bennünket, úgyhogy sokat kell futnunk, de hát ez egy örömteli dolog, és nagyon fontos, hogy ha a test és lélek egységéről beszélünk, akkor ez is hozzá tartozik, az egészséges gasztronómia. De természetesen figyelünk arra, hogy az odahajló szereteten keresztül meg tudjuk mutatni azt, hogy a gyermekeink számára milyen életlehetőségek vannak. A mai világban halljuk azt, hogy egészséges fiatalemberek önsors rontást végeznek, nagyon komoly problémákkal küzdenek, mentális gondok vannak, és amikor kerekesszékes vívók jönnek az iskolánkba, és 650 gyerek ott drukkol nekik, és azt mondja ez a két fiatalember, aki ott vívott, hogy voltak ők már világversenyen, még olimpián is voltak, és még könny nem csordult ki a szemükbe, de hogy ezek a gyerekek drukkoltak, ez ott is megtörtént. És hát Boronkai Péter, aki paratriatlonista, tartott egy előadást, én azt hiszem, hogy nem is előadást tartott, hanem tartott egy lelki megújulás számunkra, azt mondta, hogy hálát ad a Jóistennek azért, hogy Csonka a bal keze, mert soha nem jutott volna el világversenyre, hogyha ez nem történik meg, mert épp versenyzőként nem lett volna ereje ahhoz, hogy olyan felkészülésben vegyen részt, és ő azért ad hálát a Jóistennek, hogy ő ezzel a hiányossággal, végtag hiányossággal született. És a gyerekeink számára pedig próbálunk megmutatni különböző dolgokat, amint látják, de ott volt Balcó András is hitet tett, és ez a hit számunkra nagyon fontos volt. És aztán a társadalmi felelősségvállalás és a társadalmi részvétel
Székely híd és Borszék tekintetében próbáljuk átadni azt a tudást, amit az iskolában mi megszereztünk, és természetesen a teremtésvédelemre is nagyon odafigyelünk. Ugye mi nem természetvédelemről, hanem teremtésvédelemről beszélünk, örökös ökoiskolaként ez felelősségünk. Mit tehetünk érte? Hulladékot gyűjtünk, megpróbálunk nem szemetelni. Ezek nem egyszerű dolgok, de hagyd mondjam el, hogy 9 éve gyűjtjük a hulladékot, 5 millió forintot gyűjtöttünk össze, az összes digitális eszközünket nagy részben ebből vásároltuk, úgyhogy én erre különösen büszke vagyok. És hát a fenntartó segítségével most pedig kialakítottunk egy erdei iskolát Irotán, ahol a falusi élet szépségeiről próbáljuk a gyermekeinket meggyőzni. Az, hogy milyen lehetőségeik vannak a gyerekeknek az aktív életmódra az intézményünkben, egy pár képet szeretnék felvillantani. Mászófalunk van, kerékpározunk. Polgármester úr megkérdezte, hogy az iskola udvarára építenék a járási úszodát, mit szólnánk hozzá, hát duzzogva elfogadtuk, végül is nem haragudtunk meg. Van egy kínai testnevelünk, ott éppen külügyminiszter úrat tanítja pingpongozni, de gokartpályát is építettünk az iskolába. Én ilyen lelkes gumikereskedőket még nem láttam, hogy a rossz gumikat behozták hozzánk, mondták, hogy már vissza ne adjuk, tehát azért kezdjünk velük valamit. Tehát ezek mind-mind ott vannak, mint lehetőségek. Lóska János úr az előbb még itt volt bent a teremben, én nagyon sokat köszönhetek neki, aki támogatott bennünket azzal, hogy elindíthatjuk a lovasoktatást az intézményben. Most szakkörű szinten, de szeretnénk beemelni majd a mindennapos testnevelésbe. És hát kormánybiztos úr ott volt és adta át ezt a lovasfogadópontot. És hát itt is szeretnénk azt, hogyha a fogyatékkal élők ott lennének a gyerekeinkkel, és együtt tudnánk velük együtt gondolkodni. És aztán ugye ez a miért éppen Alaszka, miért éppen Irota, ez hát azért, mert egy gyönyörű helyen van, a Csereház szívében, nem frekventált helyen, nem a Balaton mellett, nem a Fertőtó mellett, hanem bent a Csereház szívében egy nagyon szépséges kis ruszin gyökerekkel bíró település. Nagyon szeretjük, és ide is invitálom önöket, jöjjenek el. Nagyon kerékpározható, nagyon lovagolható, nagyon gyalogolható a Csereház a maga 301 néhány méteres magasságaival. És mi a célunk? Talán ismerik azt a Szörnyerté című kis rajzfilmet, amelyben először sikolyból gyűjtenek energiát. És a végére oda jutnak el, hogy a sikoly helyett a boldogságból, az örömből. Én azt gondolom, hogy nekünk ez a feladatunk intézményként, hogy mi a boldogságból gyűjtsünk energiát, és az örömet adjuk át a gyerekeknek, és ez legyen az előrevidő. És Kászonaltízben láttam ezt a fantasztikus iskolát, ez a régi Kászonaltíz iskola, és annak a falán olvastam, hogy olyan a tudás vallásosság nélkül, mint a fényláng nélkül. Világít, de nem melegít. Ezt mindenki elé mindig-mindig oda tesszük, hogy ez szerint induljunk el. Something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no good, no good. Oh, everything is changing, and I've been here for too long. Going through the same things, I've been hurt and gone wrong. Got to move on, say,
Nagyon szépen köszönöm, és hogyha már János evangéliumával kezdtem, akkor azzal is szeretném befejezni, gyere és győződjél meg róla. Köszönöm szépen.